Sziasztok srácok, én Marce vagyok és üdvözöllek titeket itt egy újabb gyönyörű szép napon. Ugyanis amikor most felveszem ezt a videót, akkor a Bitcoin 51.600 dollárnál van. Hát nézzétek vissza a tavaly nyári videókat, vagy a pár évvel ezelőtti videókat, hogy ezek az árak, amiket most látunk, mennyire nem gondoltuk volna, hogy ezek eljöhetnek újra, vagyis hát nyilván gondoltuk, azért vásároltunk, viszont azokhoz az árakhoz képest most hol vagyunk, és nemrég, tulajdonképpen 22 év végén, szóval gyakorlatilag picit több mint egy éve, még 16.500 dollár volt egy bitcoin, illetve ugye nyáron, főleg tavaly nyáron én elkezdtem vásárolni az altcoinokat, mert gondoltam, hogy az altcoinokban lesz a legnagyobb pénz, és elkezdtem kikeresni azokat, amik a legjobbat mehetnek, úgyhogy most óriási profiton ülünk, srácok. Ennél szebb nap nem is lehetne. Most, mikor nézitek a videót, nem tudom, hogy mennyi a bitcoin ára, de tudjátok, teljesen lényegtelen, a hosszú távú cél úgyis az, hogy profitáljunk, és fogunk profitálni, ugyanis a bitcoin új all-time high-ra fog menni, és akkor, amikor ez megtörténik, az altcoinok elkezdenek majd nagyon durván mozogni, és az lesz az igazi pénzeső. Úgyhogy én erre gondolok, erre játszok. Nagyon-nagyon izgalmas most a piac. Tudjátok, elmondtam, és Patronon írtam erről egy posztot, hogy amikor nagyon mozog a piac fölfele, realizálni kell, amikor nagyon mozog a piac lefele, vásárolni kell, és a köztes időben, amikor unalmas a piac és oldalazunk, akkor kell rendezgetni a portfóliótokat, szóval most ne csináljátok azt, hogy elindul fölfele valami, úristen, ebből realizálok, átrakom másba, mert amikor már mind a kettő pumpot, teljesen fölösleges átpakolgatni a pénzt. Ezt mindig az ilyen nyugis időszakban kell megtenni, hogyha az ilyen posztokra vagytok kíváncsiak, vagy konkrétan erről szeretnétek egy kis leírást, a Patron csoportomnak ott van a linkje a leírásban, mindenképpen csatlakozzatok, mert most is vásároltam nagyjából 1500 dollárért tegnap coinokat Solanán, úgyhogy a Solanát is egy kicsit elkezdem növelni, a Solana portfóliómat, elkezdek a Solanán coinok után nézegetni, úgyhogy ez csak egy ilyen kis side note. Ami brutál fontos, gyerekek, itt a bull market, főleg nektek, akiknek pudgyitok van, akinek pudgyja, lil pudgyja van, a scammerek 2021-ben mindig a bordépeseket, meg a nagy NFT szetteknek a tulajait célozták, különböző DM-ekkel, linkekkel, mindenféle, Twitteren egy csomó reklám van, hogy új airdrop, stb. Csatlakoztasd a tárcádat. Legalább 5-ször ellenőrizzétek. 5-ször ellenőrizzétek, hogy mihez csatlakoztatjátok a tárcátokat, és higgyétek el, egy több millió forintot és egy több 5-6 ezer dolláros NFT van a tárcátokban. Csináljatok egy teljesen új tárcát, küldjétek rá az NFT-t, és azt a tárcát soha ne csatlakoztassátok semmihez. Hogyha az a tárca pihen, akkor nem tudják ellopni az NFT-teket, vagyis 1% esély van rá kb., hogy meghackelnek és ellopják, de nem nagyon tudják ellopni az NFT-teket. Ha pedig valamelyik értékes NFT-teket el akarjátok adni, akkor küldjétek vissza az alvó tárcáról egy trader tárcára, és a trader tárcát csatlakoztassátok bármilyen oldalhoz, ott is nagyon nézzétek meg, hogy a jó oldal, és úgy adjátok el. És tudom, Ethereumon, gas fee, nagyon drága, stb. Elküldeni egyik tárcára, majd visszaküldeni, akár 100 dollár is lehet, de gondoljatok bele abba, hogy mi van, hogyha azt a 6000 dollárt, meg 10000 dollárt, meg 50000 dollárt elveszítitek, úgyhogy inkább költsetek a biztonságra, mert szerintem az az egyik legjobb befektetés. A másik nagyon fontos dolog, egyre többet látom, hogy Kamu Petro MM profilok, mindenhol, TikTokon, Discordon jelölgetik be az embereket, irogatnak rá az emberekre, akár Instagramon, bárhol, Telegramon, senkire nem fogok ráírni. Ha valakit bejelölök Discordon valami miatt, azt vagy jelzem e-mailben, vagy jelzem Discordon egy megjelölés formájában. Nagyon-nagyon óvatosak legyetek. Rengeteg scammer van, egyre több scammer lesz, főleg, hogyha nektek jó portfóliótok van, sok profiton ültök, akkor ti lesztek azok, akiket megcéloznak a scammerek, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzatok. A legbiztonságosabb az, ha van egy külön laptopotok, a laptopon egy ledger, egy olyan tárcán, amit soha nem kötöttetek semmihez, és azon tároltok mindent. Ha pedig realizálni akartok, akkor egy kis gas fee-t, egy kis tranzakciós díjat megér az, hogy kiklditek ezt a bizonyos coint vagy NFT-t egy másik tárcára, ott eladjátok, és szépen ott a profit. Úgyhogy tényleg nagyon figyeljetek erre, erről szeretnék a mai videóban beszélni, a biztonságról. Lehet, hogy unalmas, lehet, hogy ilyen nyögvenyelős biztonságosan tartani a dolgaitokat, de ha egyszer elbukjátok a pénzt, akkor az a legrosszabb dolog a világon, és utána egy életre megtanuljátok. Tanuljatok abból, hogy ezt most elmondom. Ne jelöljetek vissza senkinek, senkire nem kezdek el ráírogatni, hogy szia, hogy megy a kereskedés, meg stb. Nagyon vigyázzatok, mindent 3-4-5-ször nézzetek meg. A lényeg az,
hogy bármi történhet az én Discordomon is, bárki küldhet be olyan linket, ami egy kamu link, ami egy leszívós link, mindig itt vannak az ilyen emberek köztünk. De nagyon vigyázzatok, és tényleg válogassátok meg, hogy onnan szeditek az információkat, hogy kitől fogadtok el tanácsot. Ha rátok ír egy bármilyen Discord tag, vagy bármilyen tag valahol, hogy segít, nagyon gondoljátok meg, mert az is lehet, hogy scammer. Úgyhogy srácok, ezt tényleg szeretném, ha az eszetekbe vésnétek. A kriptobiztonság a legfontosabb. Látjátok, rengeteg hack volt. Ha van olyan tárcátok, amin értékes NFT-k vannak, és sok mindenhez korábban csatlakoztattátok, akkor figyeljetek arra, hogy ezt erről küldjétek ki, vagy revoke.cash-en tudjátok a különböző approve-okat revoke-olni, és akkor leszedi a tárcátokról ezt a úgymond biztonsági részt, hogy valaminek adtál engedélyt a tárcáddal, hogy csináljon valamit az NFT-iddel, stb. Így is elég sok hack történt már az elmúlt időben, hogy valakik, akik régen hozzácsatlakoztatták valamihez a tárcájukat, most meghekkelték az oldalt, és még élt az az approval, amit annó egy-másfél éve jóvá hagytak, és leszívták a bordépjüket, a pudgyjukat. Úgyhogy srácok, így 100 000 millió dollárokat vesztettek már emberek, ne essetek ebbe a hibába, légy szíves. A másik fontos dolog, hogy nem csak arra kell figyelni, amit már megvásároltál, hanem hogy mibe vásárolsz bele. Rengeteg coin lesz a közeljövőben, rengeteg új projekt, NFT mint, mindenféle felhypolt szarság, hogy hú, ez a következő Pudgy Penguins, ez a következő Solana. Nagyon nézzétek meg, hogy mibe vásároltok bele, mert lehet, hogy nem hack lesz, hanem a ti hülyeségetek, hogy egy csomó olyan dologba dobáltok pénzt, ami nem ér semmit, ami le fog menni nullára, amin pénzt veszítetek, és félre ne értsetek, én is fogok olyanba belenyúlni, ami mínuszos lesz, és ami vesztőkereskedés lesz, de nem ez a lényeg, nem az a lényeg, hogy mindenen nyerje, hanem hogy a lehető legkevesebbet buk, és nyilván a nyerőkereskedéseid, a nyerőbefektetéseid az több legyen, mint a vesztő. Ezért mondom például azt, hogy amikor én kiírok valamit Patreonra, akkor direkt odaírom, hogy baromi kockázatos, milyen veszélyei vannak, gondoljátok meg, hogy mennyi pénzt raktok bele, mert nekem az 500 dollár, lehet, hogy neked 10 dollár, és értitek a lényeget, nem mindenki ugyanannyi pénzzel kereskedik, úgyhogy ami nekem 500 dollár, lehet, hogy neked az az 500 dollár baromi sok, úgyhogy ne rakjatok baromi kockázatos projektekbe túl sokat a portfóliótokhoz képest. A másik ilyen dolog, amit szintén ti tudtok elrontani, az az, hogy nyilván rossz helyre csatlakoztatjátok a tárcátokat, erről már beszéltünk, ez is a ti hibátok lesz, nyilván a scammerek megpróbálnak behúzni, de te nem nézted meg eléggé, te csatlakoztattál olyan tárcát, amin értékes NFT coinok vannak, úgyhogy ezt ne csináljátok. A másik, amit szintén ti tudtok elrontani, hogy túl sok pénzt raktok valamiben. Mondjuk jön egy NFT, és azt mondom, hogy úristen, 3000 dollárért bevásárolok. Ha utána ezen elkezdtek izgulni, az a ti hibátok, hogy bevásároltatok ennyiért, mert ha izgulsz a befektetéseden, hogy úristen, ez most lemegy, vagy felmegy, most mi lesz, akkor túl sokat raktál bele. Akkor túl sokat raktál bele a tőkéthez képest, és itt jön a második nagy hiba. Ha jó a projekt, felesleges izgulni rajta. Ha sokat raktál bele, hanem ha jó a projekt, felesleges izgulni rajta. Ha te mínuszban eladsz, az a te hibád. Mert az a másik nagyon durva dolog, amit egy bull marketben el lehet követni, egy olyan hiba, ami utána tönkreteszi az egész kereskedési évedet. Mondok valamit, vásároltál 10 NFT-t, úristen, mínuszban van, nem tudom mit csináljak, jaj, mit csináljak, dörzsölgeted a tenyered, gondolkozol, eladsz mínuszban, mert hú, így azért így jobban állok, nyugodtabb vagyok, stb. És utána az az NFT felmegy a 10-szeresére, és kerestél volna rajta 10-20-100 000 dollárt, akkor az egész évedet el fogja rontani, nem fogsz túllépni rajta, úgyhogy srácok, légy szíves, ne csináljatok hülyeséget, ne kapkodjatok, itt van egy teljes bull market előttünk. A bull market után még legalább 3-6 hónapig jó a piac. Kérlek, ne kapkodjatok, mindenki látom, hogy nagyon izgatott, mindenki próbál mindenbe beleszállni, nem kell. Higgadtan, gondold végig, én is ezt csinálom. Nem véletlenül nem vásároltam eddig Solanás coinokat, azért tegnap vásároltam, mert végig gondoltam, néztem a chartokat, most van a jó beszálló, most látom olyannak a piacot. Csináljátok ezt ti is, kövessétek azt, amit én csinálok, legyetek nyugodtak. És a kövessétek azt, amit én csinálok, az nem arra vonatkozik, hogy vásároljatok be minden szarba. Tudjátok, hogy én nagyon kockázatkereső vagyok, és szeretek kockáztatni, úgyhogy ezért van az, hogy én esetleg sokkal kockázatosabb coinokba, a projektekbe, NFT-kbe vásárolom be magam, mint amiben mondjuk ti belevásárolnátok magatokat, és ezzel semmi baj nincsen. Ti is be tudtok egyébként szállni kockázatosabb projektekbe, csak mondjuk a tőkéteknek egy kisebb részével, mert mondjuk 50% Bitcoinba vagytok, 20% Ethereumba, 10% Chainlinkbe, és akkor a maradékból lehet egy kicsit kockáztatni. Tudjátok, a biztos befektetés biztos, de nem fog sok profitot hozni, a kockázatos befektetés nem biztos, viszont ha bejön, akkor brutál sokat kereshetsz rajta. És nyilván
kell mérlegelni, hogy most ez mennyire kockázatos, mennyire vagyok biztos benne, mert lehet, hogy valami papíron kockázatos, de ha eléggé utána nézel, és számolgatsz, és osztasz, szorzol, kapcsolatokkal beszélsz, akkor lehet nem is annyira kockázatos, mint amilyen az elsőre úgy tűnik. Ebben a videóban ennyit szerettem volna mondani, a piac brutális, Patreonra jönnek folyamatosan az update-ek, rengeteg coinbe vagyok benne, rengeteg NFT-szetbe vagyok benne, brutál mennyiségű pénzem van most kriptóban, úgyhogy nagyon izgatott vagyok még mindig a következő évet tekintve, és nyugodtan írjatok nekem Patreonon, amint tudok, visszaírok, és jönnek folyamatosan a posztok, ott van a link a leírásban, aki pedig még nincs benne az ingyenes Discordomba, az mindenképpen csatlakozzon. Én Marcel voltam, sziasztok!